A napokban Kievbe látogatott Viktor Mikita, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője. A kormányzó közleményében kifejtette, hogy útja során együttműködési megállapodást írtak alá a Környezetvédelmi és Természeti Erőforrások Minisztériumának képviselőivel. A memorandum értelmében öt hulladék feldolgozó üzem építését tervezik Kárpátalján, az Ungvári, a Munkácsi, a Husztia, a Rahói és a Beregszászi járásokban. Ez egy 152 millió millió eurós beruházási csomag. Az új üzemek létrehozásával több mint 600 új munkahely jön létre Kárpátalján áll a közleményben. Az új hulladékfeldolgozó infrastruktúra létrehozására irányuló tárgyalások már folyamatban vannak a potenciális befektetőkkel. Az új hulladékfeldolgozók előreláthatóan 2027 végére lesztek működőképesek. A megállapodást Ruszlán Strilet környezetvédelmi és természeti erőforrásokért felelős miniszter, valamint Viktor Mikita kormányzó látta el kézjegyével a május 8-án.